Október 5-én a Veszprémi állatkertben az állatkert vezetője engedélyével, szigorúan betartva a biztonsági előírásokat, megpróbáltam vadmacskákkal verbálisan kommunikálni, alkalmazva házi macskák általam ismert szavait, vokális jelzéseit. Azzal a feltett szándékkal kezdtem a próbálkozásba, hogy házi macska szavakat mondok az állatkertben lévő vadon élő macskáknak, közben figyelem mozdulataikat, remélvén azok majd elárulják, ha valamelyik szót megértették. A hiúzok csak a szemük sarkából vetettek rám gyors pillantásokat, úgy tettek, mintha nem is hallanának semmit. A hopárduc az első ea, szia köszönésemre halkan mordult valamit, és elbújt. A szeladon is az első köszönésemre láttam, mondott valamit, nem hallottam, mivel az üveg mögött volt az állat. Ezután átnézett rajta, mintha nem is léteznék. A tigrisek jókedvűen játszadoztak. Két felnőtt tigris mellett két kis tigris ugrándozott. Játék közben egyik felnőtt tigris mondott néhány szót. Ao, ao, wow. Ezeket nem vettem fel kamerával, mivel éppen fotókat készítettem. Az oroszlánok, három nőstény és egy hím, élvezettel bámulták a kis tigrisek játékát. Őket filmeztem, amikor az egyik tigris hangosan bőgni kezdte. Au, au. Ami azt jelenti, bemenni, bemenni, bemennék, bemennék. Ne. Au. 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 Megmagyaráztam a helyzetet, idegféltámat, és be kellett zárni a kicsiket a melegítőbe. Anyukat is bezárták velük. A kint maradt tigris, akit Kirának hívnak, ő is bent szeretne lenni, levezni a kicsikkel. Csalódottan sétált fel alá, én folyamatosan beszéltem hozzá. Egy idő után érezhető volt a rám irányított figyelme. Lefeküdt irányomban, és amikor megkérdeztem, mi van veled, válaszolt. Au, bemennék. Amikor lefeküdt, mondtam neki, umma, ami azt jelenti, nagyon szeretlek. Ő is elkezdte nyalni a nyakát, mint ahogy teszi a házi macska, ha ezt mondom neki. Az umma, a nagyon szeretlek mellett föltételezzem, olyasmit is jelenthet, mint szép vagy, gyönyörű vagy. Mm-hmm.
Ma. Ma è. Ma è chiaro, ma è. Ma è. Ma è. Ma è. Ma è chiaro, ma è. Kira egészen közel jött hozzám, majd elkezdett legelészni előttem. Élvezte a figyelmet, amit nyújtottam neki. Kira nagyon vágyik társaságra. Kommunikáció készsége lenyűgöző. Amikor ismeretlen házi cicákkal sikerült kapcsolatot teremteni, első alkalommal egy-két szóváltástól nem jutottam tovább velük sem. Kira jó partner lesz a tigris nyelv feltárásában. Az oroszlánok elvonultak a kifutó magyar részébe. Mondott valamit, de nagyon halkan. Ahogy átmentem a kifutó alsó részére, közel jött a kerítéshez, és olyan cicás mozdulatokat mutatott be, amilyet egy oroszlántól elképzelhetetlen tartottam. Álmodtam, bámultam. Még a hím is közel jött, barátságosan. Érzem, érdemes lesz folytatni ezekkel a barátságos macskákkal a társadalmást. Biztosan szeretik őket azok, akik az állatkertben foglalkoznak velük, törődnek velük, ha ilyen szépen, megértően, kíváncsian, békésen tudnak viszonyulni az emberhez.